elégtételt kell kapniuk a keleti megyéknek, amiért az elmúlt 100 évben nem kaptak kellő figyelmet, hangsúlyozta Lázár János, miniszterelnökséget vezető miniszter ma délelőtt Gyulán, az Almási kastély átadásán. 28 milliárd forint érkezett az Orbán kormány ideje alatt Gyula városába, amellyel szemmel látható fejlődés vette kezdetét a komoly turisztikai vonzerővel bíró településen. A helyi húsipari vállalat támogatása, illetve az akvapalota és a téglavár után most 2,4 milliárd forintból megújulhatott az Almási kastély is, amelynek műemlék épületében most modern látogatóközpontot alakítottak ki, 23 új munkahelyet teremtve. Gyulán az állam által nyújtott beruházási támogatások is megtérülnek. Nálunk nem csak, hogy valóban és látható módon az utolsó fillérig a fejlesztésre költjük a megítélt pénzt, de ezt követően a megvalósult javak nem újabb problémaként, mint egy önkormányzati közpénztemetőként működnek, hanem minimum önfenntartóak, de inkább nyereségesen gazdálkodnak. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter ünnepi beszédében elmondta, a rossz állapotú kastély helyreállítása is fontos példa arra, a rendszerváltás óta eltelt időben mintegy 30 év alatt sikerült csak helyreállítani mindazt, amit a szocialista-kommunista kormányok a múltat végképp eltörölni elve alapján hagytak veszendőbe menni. Ez a kurzus semmit nem tudott létrehozni, ami érték lenne. Nem tudott szellemi értéket létrehozni, nem tudott anyagi értéket létrehozni, nem tudott materiális értéket létrehozni. A múltat végképp eltörölték, és helyette ott állt a semmi. Ennek az épületnek a története fantasztikusan mutatja, hogy mi lett az államosítások következménye. Mi lett a állami tulajdon, vagy a közösségi tulajdon következménye. Ehhez képest nekünk 30 éves küzdelemmel, a rendszerváltozás után lassan 30 év eltelte után sikerül visszaállítanunk az eredeti állapotokat. A tárcavezető arról is beszélt, hogy 2010 óta az Orbán kormány elődeivel ellentétben nem csak nyugatra, hanem keletre is tekint. Hozzátette, néhány héten belül megszületik a döntés arról, hogy Békés Csabát és Kecskemétet 4 sávos autóút kösse össze, és a tervek szerint még idén megkezdenék a beruházást. Ezzel Békés megye legalább az M5-ös autópályához tudna csatlakozni, mondta Lázár János.